Üdvözlöm a Biztonsági Zóna nézőit! A mai adásban egy ferencvárosi készenléti nyomozó, Kondisz Attila munkájába pillantunk bele. Elsőképpen nem nyomozó szeretem lenni, hanem rendőr. Az volt az első vágyam gyerekkorom óta, hogy én rendőr leszek. Nem tudom, honnan származik ez a gondolatom, hogy én rendőr leszek. Gyerekkoromban játszottunk, gondolom, unokatestvéremmel, meg egy-két barátommal, hogy rabló pandúrosat, és ebből lettem én mindig a pandúr. Lehet, hogy innen származik ez, hogy én rendőr szerettem volna lenni. Aztán, amikor rendőr lettem, akkor pedig egyre inkább afelé hajtottam, hogy minél előrébb jussak a ranglétrán, így nyomozó szerettem volna lenni, és az is lettem. Az én feladatom sokrétű, nagyon sokrétű. Készenlétes nyomozó vagyok, benne van a nevében is, hogy készenléti szolgálatot látunk el. Nekünk egy 24 óra alatt kell relatív mindenre állnunk. Lennünk kell egy kicsit nyárőrök, lennünk kell egy kicsit vizsgálók, lennünk kell egy kicsit nyomozók, lennünk kell egy kicsit emberközpont vagy emberbarát panaszfelhők is. Emellett ugye kimegyünk helyszínen elfogni, tehát azokat az elkövetőket, amit mi derítünk föl, illetve hogyha van olyan elkövető, ami nekünk a látókörünkbe kerül, azokat mi fogjuk el azonnal. Milyen azonnali reagálású egység vagyunk. Rendőrség. Mai napomban volt már egy feljelentésfelvétel, volt egy kamerafelvétel lefoglalás, ami jól látható az elkövető, két elkövető jól látható, egy üzletből lopták telefon, illetve a kollégámnak is volt egy feljelentés felvétel, ő egy erőszakos közösülésben vett fel egy feljelentést, most ebben nyomozunk jelen pillanatban is. És ugye ilyenkor besegítünk a járőröknek, illetve magunk munkáját elősegítve, mi visszük el a sértett hölgyet a területi kórház nőgyógyászatára, a későbbiek során a bizonyítási eljárásban szükséges, hogy onnan levett DNS-t az elkövetőtől, majd ha elfogott elkövetőtől levett DNS-ről összehasonlítsák és megállapítsák azt, hogy tényleg ő a tettes vagy nem. Házi vizsgálat után a nyomozók helyszíni szemlét tartottak a sértett lakásán, melynek során bizonyítékokat gyűjtöttek és további kérdéseket tettek fel a sértettnek. Mi folyamatosan? Mit kell? Hogyan? Hogy mit kell? Hogy kell elképzelni? Mit mondtok? Hát, azt, hogyha nem hagyom magamat, akkor tudja, hogy hova járnak a gyerekeim iskolába, megkeres az iskolába. Ismeri a gyerekeket is? Így van. Személyesen ismeri. A gyerekeket ki neveli? A gyerekek átmeneti otthonban van. És most hétvégére jöhetnek őhöz? Nem, hétvégén sem. Most ment volna meglátogatni őket? Hát átmeneti otthonban vannak, de ugyanúgy én gondoskodom róluk, én viszem őket iskolába, én hozom el az iskoláról. És a szennyest az megvan, jó, a kollégám mindjárt visszajön, és akkor le fogjuk foglalni ezt a szennyest, benne, ami van ruhák. Ruha is otthon, ami akkor az... Igen. Az erőszakos közösülés helyszínén, ugye a hölgy sértett, hogy lakásán voltunk, egy helyszíni szemlét foganatosítottunk, és később is a bizonyítási eljárásban lesz nagy szerepel. A fehér neműt valamint ágy neműt hoztuk most el, most még megyünk be a kapitányságra, mert ugye erről egy jegyzőkönyvet kell készítsünk, és utána pedig elmegyünk és elfogjuk azt az urat, aki ezt tette a hölgyel. Bejutottak abba az épületbe és azon belül a lakásba, ahol a sértett feltételezhetően tartózkodott, majd megkezdődött a házkutatás. De a gyanúsított nem volt otthon. Mondja meg neki, az olyan, igyekezem befelé a 9. kerületbe. Mi már nem jön be, akkor erős lesz a gyanunk arra, hogy direkt új kell előlünk. Jó. Jó? Jó. Mert biztos tudja, magát, jó? Biztos tudja már ön is, hogy miért keressük. Tudom, valami ugye, hogy tudja. Tehát azért keressük. Jó, de nagyjából sejti, hogy miért keresünk, gondolom anyuka már ide telefonált. Igen. Úgyhogy szeretnénk, ha minél hamarabb bejönne, jó? Jó, jó. Jó, köszönjük, viszlát. Megjelentünk a 14. kerületben, a nyomozó bejelentett érvényes lakcímén.
Épjas apja nyitott ajtót, aki elmondta, hogy nincs itthon gyermeke, 13. kerületben dolgozik való, de a címét nem tudja a munkahelyének. Majd engedelmével bementünk a lakásba, megtekintettük az egy szobából álló lakást, ahol nem találtuk meg a keresett szemét. Most visszamegyünk a kapitányságra, és várjuk azt, amit az édesapjával közöltem, hogy amennyiben tud beszélni a gyermekével, azonnal küldje be hozzánk a kapitányságra. A házkutatást követően a gyanúsított végül saját maga jött be vallomást tenni a kapitányságra. El akartam indulni a lépcsőház felé, és nem tudom most, de se szóval nem tudom, hogy most én mentem, de hogy behívott, mindegy, bejutottam valami. És az erőszakos része? Milyen erőszakos része? Ami le van írva oda. Nem volt erőszakos része. Nem volt fenyegetés? Nem. Nem volt erőszak? Nem. A hölgy is akarta? Igen. Vajon miért mondta ezt akkor nekünk? Azért nagyon másik történet. A gyanúsított kihallgatás megtörtént, az elkövető a bűncselekmény elkövetését tagadtam, ellenben vallomást tett, a részletesen elmondta az ő védekezését, ez majd a későbbi eljárás során bizonyítjuk, hogy így volt-e, illetve azt, hogy mi történt, megpróbáljuk ezt kideríteni, hogy mi történt. Nem mindennapi, hogy egy hölgy bejön és ilyen nyíltsággal elmondja, hogy vele mi történt, meg felmeri ezt vállalni, hogy vele ez történt. Ugye nagyon sok esetben nincs az, hogy a sértettek, vagy akik ebben, de inkább a sértettek nem jönnek be és nem merik megtenni a fejét, és félve úgy attól, hogy az elkövető valamit kezd velük, vagy megpróbálja őket bántani, vagy későbbiek során fenyegeti. A sértett 10 nappal az általa erőszakosnak vallott együttlét után tette meg a feljelentését, a bizonyítékok egy része pedig ennyi idő alatt könnyen elveszhet vagy eltűnhet. Sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogyha azonnal az áldozat bejön a kapitányságra és megteszi a feljelentését, mert ugye rögtön tudunk vele olyan eljárásokat foganatosítani, amelyek során nekünk, illetve az ő elmondását tudjuk bizonyítani azzal, amit elmond. Akár a DNS levétellel, akár ott frissen lefoglaljuk ugye az ágyneműt, ahol történt ez, vagy lefoglaljuk azt a részt, ahol az erőszak történt. Bármilyen olyan eszközt el tudunk hozni, amit utána később DNS vizsgálattal ki tudunk mutatni, hogy ez az elkövetőtől származik, illetve nem.